A 2014-es Tolkien napon vagyunk, és utoljára a MTT egyik társelnökével, Füzesi Tamással beszélgetünk. Első kérdésem az, hogy szerintem nagyon sokan voltak. Voltak ilyen, mikor voltak utána ilyen sokan? Szerintem is többen voltak, mint tavaly, úgyhogy valószínűleg most körülbelül annyian lehetünk, mint 2004-ben a második ilyen nagyobb filmhez kapcsolódó Tolkien születésnapon. Azon gondolkodtam, miközben jöttem erre fel, hogy 10-12 év után vajon mit lehet még kutatni a Tolkien életművében, főleg, hogyha magyar az ember? Erre tudsz válaszolni? Hát, ugye én azért nem vagyok főállású Tolkien kutató, bár minimális módon azért igyekszem hozzájárulni ehhez a Tolkien study dologhoz is, de ez egy majdhogy nem kimeríthetetlen univerzum, tehát még mindig jelennek meg a nemzetközi irodalomban is olyan művek, olyan munkák, olyan elemzések, amiknek van relevanciája és van újdonságtartalma, és még szerintem a mi tavalyi tudományos konferenciánkon is hangzottak el magyar szerzőkből olyan meglátások, olyan dolgok, amik érdekesek lehetnek akár a nemzetközi kutatás szempontjából is. Most majd kipróbáljuk, ha minden igaz, talán idén meg fog jelenni egy Angliában angolul egy olyan tanulmánykötet, ahol a magyar Tolkien kutatók tanulmányainak egy válogatása fog megjelenni az egyik Cambridge-i kiadónál, és hát majd meglátjuk, hogy van-e valami, tehát a nyelvi korláton kívül, nyelvi korlátot átlépve vajon lesz-e valami hatása a dolognak. Ez mindenképpen ígéretesen hangzik. Gondolom ez nektek is sokat jelentene, hogyha bekerülne. Igen, hogy ezt mi mindig hangsúlyozzuk, hogy annak ellenére, ugye, hogy a Tolkien társaság azért nem egy tudományos műhely, nem ez az elsődleges területünk, hogy professzionálisan kutatjuk Tolkient. Maga az az elvárás, hogy a magyar akadémiai szférában, a magyar bölcsészkutatások területén is legyen egyre kúrensebb téma a Tolkien, azt nagyon szeretnénk, és igyekszünk katalizálni ezt a folyamatot. De jól emlékszem, volt már valamelyik felsőoktatásban egy kurzus, ami Tolkiennel foglalkozott. Jól emlékszem? Igen, tehát való igaz, van Tolkien kurzus, most már 7. éve a Magyar Tolkien Társaság és az 5. Loránd Tudományi Egyetem együttműködésében működik egy kurzus, igazából kettő. Van egy viszonylag szélesebb hallgatói kört megcélzó előadás, illetve van egy szűkebb emelt szintű szeminárium is. Kicsit más jellegű a következő kérdésem. Annak idején emlékszem, hogy amikor a Cicero kiadta a Hobbit javított újrakiadását, akkor nagyon komolyan szakmai munkával hozzájárultatok a kiadvány sikeréhez. Azóta ez más kiadóknál is volt? Végigértetek az életműnek, vagy hol tartatok? Ugye két cél vezeti a Tolkien társaságot ebből a szempontból. Egyrészt szeretnénk, hogyha minden megjelenne magyarul, ami igazán releváns, igazán fontos a Tolkieni elsődleges művek közül. Ez nagyrészt sikerült. Tehát azzal, hogy a Hurin gyermekei is megjelent, illetve az Elveszett mesék könyvének is megjelent az új kiadása, ezzel az elsődleges irodalom nagy része megjelent magyarul. Vannak még elképzelésünk, nagyon szeretnénk, hogyha a Középfölde Históriája nagy sorozatának a többi 10 kötete is megjelenne, de azért ez nem egy egyszerű vállalkozás, mert eddig a világnyelvek közül is egyedül spanyolul és németül jelent meg teljes egészében, és aztán még franciául sem adták ki mind a 12-t, tehát ez egy, ha a magyarul jelent meg a negyedik, az nyilván azért egy jelentős előrelépés volna, nem feltétlenül számítunk erre. Viszont a másik nagy törekvésünk pedig az, hogy ami már megjelent, az legyen egységes, legyen felülvizsgált a Tolkien kutatásnak, illetve szakmai fordításnak a különböző elvárásainak feleljen meg, úgyhogy valóban a Ciceróval kezdtük ezt a felülvizsgálati munkát, de azóta is folytatjuk, a Gyűrűk ura, a Hurin gyermekei, a Befejezetlen regék, az Elveszett mesék könyve után az idén most megjelent felülvizsgált Silmarilok kötettel tulajdonképpen lezárult ez a folyamat. Azt lehet mondani, hogy most már minden Tolkieni magyarul megjelent kötetnek van egy a Magyar Tolkien Társaság által felülvizsgált, pontosított, módosított és egymással is terminológiai összhangba hozott változata. A szinkronszínészek beszélgetésekor felmerült, hogy tőletek is volt ember a stúdióban, és segített a színészeknek, hogy hogyan kell helyesen tündél beszélni. Ez mindig így van? Tehát a Gyűrűk uránál is így volt, a Hobbitnál is így volt? Azért változik, ugye a Gyűrűk ura első filmjénél még egyáltalán nem vettünk részt, csak a DVD változatban egy picit. A második filmben már
ott voltunk, bizonyos leginkább konkrét, tehát szövegszerű pontosításokat adhattunk, aztán a harmadik filmben nagyjából kialakult a gyakorlat, amivel mi mindig megkapjuk a forgatókönyveket és a, ugyanazokkal a szempontokkal, hogy egyébként az irodalmi műveket fölvizsgáljuk, itt is elvégezünk, elég sok módosítás, pontosítást eszközöltünk, és a Hobbitnál ez a munka folytatódik. Maga az, hogy mi instruáljuk a színészeket, és hogy magán ott részt vegyünk a szinkronban, az nem jellemző. Sajnos a legtöbb esetben erre nincs lehetőségünk. Inkább adtunk általános kiejtési tanácsokat, meg egyszer-egyszer, amikor éppen olyan alkalom volt, amikor mi is jelen voltunk, akkor élőben is ez előfordulhatott, de nem ez a jellemző, hogy mi beülünk a stúdióba, és ott közvetlenül instruáljuk a színészeket. Mennyire vagytok elégedettek a filmmel az első két része, ami eddig megjelent a Hobbitból? Hát nagyon-nagyon változó a vélemény a társaságomban, úgyhogy univerzális véleményt nem tudok mondani. A saját véleményem az viszonylag egyszerű. Én nekem tetszenek ezek a filmek, és talán nem csak azért, mert Tolkien rajongó vagyok, és igazából bármilyen filmet szívesen látnék, ami visszavezet ebbe a világba, hanem azért, mert ennek a filmnek körülbelül ugyanazok az értékei, mint a lényegét tekintve a Gyűrűk urának, hogy egy nagyon érdekes, komoly történetet ami könyvben is elég jó, azt egy egészen más filmes konstrukcióba, egészen más filmes dramaturgiával, de a lényegi hatását tekintve ugyanolyan módon megvalósít. Pontosan az a jó benne, hogy a részletek nem egyeznek, de a végeredmény az hasonló. A másik nekem nincsenek azok, amiket itt a legtöbb vita van, a törp, tünde, románc, meg ehhez hasonlók, ezeket szerintem én nem tartom rossznak. Nagyon sok Tolkien szakértő van, aki már véleménynyilvánított ebben az ügyben, hogy ezzel nincsen gond. Ezek olyan dolgok, amik egy kicsit meredeknek tűnnek a könyvhöz képest a filmben, de nem mondanak ellent alapvetően a Tolkien mitológiának tetejébe. Az adott történetnek az adott kibontakozását talán segítik. Ezt ugye még nem lehet látni, mert a minden szál majd a harmadik részben lesz elvarva. De a másik oldalról nekem is az az érzésem, hogy én nem értek egyet azzal, hogy ez egy gyerekkönyv, ami harmad akkora, mint a Gyűrűk ura, egy filmben meg lehetett volna csinálni, mert ez nem igaz, mert a filmet nem a gyerekkönyvből készítették, hanem a film az alapvetően a 60-as években, 30 évvel az eredeti Hobbit a gyerekkönyv születése után Tolkien gyakorlatilag újraírta a Gyűrűk ura hatására, illetve azért, hogy ez rendesen a Gyűrűk ura előzménye tudjon lenni. Csak ebből nem született könyv. Tehát nem lett kiadva egy Hobbit 2.0, nem lett kiadva vagy valami egész más című Gyűrűk ura előzmény, hanem ez el van bújtatva, ez a felülvizsgált történet a Gyűrűk ura függelékében, a később publikált munkákban, az egyáltalán nem publikált munkákban, és tulajdonképpen a Jackson-féle átirat az ezt a kiterjesztett, nem az eredeti gyerekkönyv Hobbitot csinálta meg, és ez jó. Viszont ezzel együtt azért egy kicsit el van túlozva a hossza. Tehát mindent mérlegre téve szerintem ebből remek két filmet lehetett volna csinálni, hogyha ez az egész cselekmény, ami most benne van, ez két filmbe össze lett volna sűrítve, szerintem az egy kicsit erőteljesebb lett volna, de ez együtt én nekem tetszik a film egyébként. Nem is tudtam, hogy van egy ilyen könyv, amit megért a Tolkien, szerinted van, és hogy ezt a film hatásra esetleg valaki kiadja? Nem könyv, de abból végül is, hogyha valaki hozzáállna, akkor össze tudna rakni egy könyvet, jól gondolom? Igen, de ez igazából részleteiben kiadásra került. Ez a Gyűrűk ura függelékben, majd a Középfölde históriájának a különböző fejezeteiben, meg az elveszett vagy befejezetlen regékben, abban vannak részletek. Valaki összerakhatná, csak az a baj, hogy vagy hát az a helyzet, hogy Christopher Tolkien, aki a hagyatékot gondozza, nem ebben gondolkodik. Ő most már 21 néhány éve folyamatosan a fragmentumokat publikálja, és azt mondja, hogy ez inkább ilyen tudományos elemzési módon mindenki rakja össze fejében a dolgokat. Egy kivétel volt ez alól, ugye mindenki legnagyobb meglepetésére, és legnagyobb megdöbbenésére a Hurin gyermekei esetében megtette azt, hogy a sok pici fragmentumot összefűzte egy nagy egész történetté, és én, tehát, hogy mondjam, egészen valószínűtlennek tartom, hogy Christopher ugyanezt megtenné egy ilyen felülvizsgált Gyűrűk ura előzmény kapcsán, de ugyanezt a Hurin gyermekeire is ezt mondtuk annak idején, hogy ez lehetetlen, mert nem így működik a mostani Tolkien joggyakorlat. Térjünk vissza egy kicsit a mai napra. A díszvendégetek nem idén jár először Magyarországon. Honnan jut az ötlet, hogy ismét meghívjátok?
Hát egyrészt mi már akkor is ígértük Tednek, hogy ha lehet, akkor hívjuk. Tehát már akkor mondtuk neki, hogy nagyon szívesen látnánk újra, és ő is mondta, hogy nagyon megtetszett neki az itteni társaság, az itteni hangot, hogy szívesen jönne, de a legtöbb esetben ez nem jött össze. És most van először alkalom, most volt először alkalom, hogy olyan nagyságrendű a rendezvény, hogy azok a költségek, amik annak ellenére, hogy Ted nem kért pénzt azért, hogy itt szerepeljen, de minden szállás, különösen az utazás és egyéb dolgok, azok olyan nagyságrendűek, hogy egy ilyen rendezvénynél, mint ez, ahol ugye elvileg alapértelmezetten belépődíjat nem nagyon szedünk, most ugye az pontosan ezeknél a programoknál volt belépődíj, amik ilyen magas költség rátával dolgoztak, hogy ezt most meg tudtuk tenni, hogy elhívtuk. Nem tudom, hogy mikor lesz a legközelebb újra alkalom. A másik meglepetés legalábbis számomra, hogy a Középföldek Cosplay Klub is jelen volt. Ez valami összefonódás, vagy a jövőben együtt fogtok dolgozni velük, vagy minek köszönhető? Van egy megállapodásunk a Gyűrűk Ura Cosplay Klubban, ugye ők igazából a tavalyi lepen alakultak meg, tehát a tavalyi lepből kiindulva gyűlt össze. Ők nem az MTT részei, nem is tartoznak sem szervezetileg, sem más módon az MTT-hez, viszont úgy tűnik, hogy nagyon ügyesek, nagyon egy olyan területet csinálnak, amire mi azért nem koncentráltunk sosem, és igen, van egy megállapodás közöttünk, hogy a következő évben, 2014-ben 2014-ben összehangoljuk a tevékenységünket, mind évközben, mind pedig majd a harmadik film bemutatója kapcsán is igyekszünk mindenhol közös rendezvényeken fellépni. Ugye most idén volt pont a film bemutató kapcsán nem közös volt a fellépés, és arra gondoltunk, hogy talán hatékonyabb, erősebb, hogyha a Magyar Tolkien Társaság és a Gyűrűk Ura Cosplay Klub ezt megpróbálja közös erőfeszítéssel megtenni jövőre, illetve most már idén. Értem. Szerintem ez mindenképpen előnyre válik mind a két társaságnak, meg főleg annak, hogy Tolkien örökét figyeltek tovább. Erről jut eszembe a következő kérdés, hogy szerinted minek köszönhet az, hogy Tolkien évtizedekkel halála után még mindig ilyen hatással van, még az emberekre, még mindig ennyire foglalkoztatja az embereket. Pedig nem csak ő volt, tehát hozzáhasonlóan nagyon sok más író volt, aki ugyanilyen hatású vagy mennyiségű életművet publikált. Mi a titka, hogy még mindig ennyire szeretik az emberek Tolkient? Hát erre nagyon sok elmélet van, és nyilván nem lehet egyszerűen válaszolni rá. Van, aki azt mondja, hogy a történetek kidolgozottsága, van, aki azt mondja, hogy egyszerűen a téma az hirtelen 20. század második felében aktuálissá vált, hogy az emberek egy kicsit orientációt keresnek, és az a mitológikus szemléletmód, amit ő elővett, ami ugye a kultúrának a gyökereibe van beágyazódva, ahol még amikor a vallás, a művészet és a tudomány nem vált szét, hanem valamilyen mitikus világmagyarázattal próbálták a rendszert, a rendet, a magyarázatot megteremteni világba. Úgy tűnik, hogy a modern ember, akinek meg pont az információ özön miatt nem áll össze talán feltétlenül egy olyan világkép, ami segíti orientálni, ez a mitológikus látásmód, ez most nagyon segít. És ezt azért bizonyítja, hogy a hasonlóan erős mitológikus mintákból építkező Csillagok háborúja széna, vagy a Harry Potter világban is, ezek működnek, és ezek nagyon erős hatást gyakoroltak a kultúrára a 20. század második felében. Aztán van, aki meg azt mondja, hogy ennek talán az is benne van a hatásában, hogy noha ezt a legtöbb olvasó nem veszi észre, ebben egy nagyon erős vallásos, keresztény, katolikus kötődés van, és ennek a Tolkiennek az a zsenialitása, hogy úgy képes egy ilyen erős értékrendet, méghozzá egy ilyen viszonylag szigorú értékrendet közvetíteni, hogy magával vonná az egyház, a vallás és a kapcsolatos modern előítéleteket. Tehát anélkül, hogy az emberek azt gondolná, az olvasók azt gondolnák, hogy átme megint valami vallásos dolog, ennek ellenére őszinte élvezettel és a dramaturgia, a cselekmény és minden másba beágyazva ugyanúgy magukénak vallják ezeket az értékeket, és az embereknek meg szükségük van az értékekre. Tehát, hogyha nem érzik mögötte a kiüresedést, meg az álságot, hanem őszintének érzik, akkor erre kaphatók. És ezek az erős értékek, hogyha jól vannak átadva, mert pedig úgy tűnik Tolkien esetében ez működik, ezek hatást gyakorolnak az emberekre. Szerintem legyen ez a zárszó. Köszönöm szépen a beszélgetést!